Borostyán levelek Borostyán levelek, harmadik fejezet, zöld terepen. Viszonylag eseménymentesen teltek az első hetek a modern épületben. Túl sok említése méltó nem történt, a munka ezen szakasza már, már unalmasnak volt mondható, elsősorban hivatalos papírformák, szokásos engedélyek, űrlapok kitöltése. A két új munkatárs nem sokat beszélgetett egymással, mindkettőjüket lekötötte a számtalan hivatalos intézni való. A két irodak között nem is igazán használták az átjárót, inkább a folyosóról a két különálló ajtón át közlekedtek, amennyiben elengedhetetlen volt a személyes egyeztetés. A többi esetben elektronikus formában küldték át a szükséges anyagot, ezeken viszont nem volt túl sok megbeszélni való. Az a minimális kommunikáció így elsősorban a munkára koncentrálódott, a feladat is sok volt, de mindketten igyekeztek benne hiánytalanul megfelelni ebben a kivételesnek tekinthető munkakörben, melyet az igen szép fizetés is sejtetett. Munkán kívül csak az étteremben folytattak beszélgetést, és bár John nyitottabbnak tűnt a barátkozásra, Vinka ezen a téren reménytelennek bizonyult. Az ebédlőben végül előbb-utóbb mégiscsak kollégája asztal társaságát választotta, de itt is szinte kivétel nélkül rövid időn belül mindig az aktuálisan folyó ügyekre terelődött a téma. Kénytelenek voltak szinkronban dolgozni, a sok elméleti papírmunka után rövidesen a gyakorlati megvalósítások váltak aktuálissá. Vinka lassan megnyugodott. Nyugtázta magában, hogy munkatársa nem erőlteti rá magát, nem sütelt neki lépten-nyomon bágyú him-soviniszta poénokat, nem bámulja a fenekét, és ami a legfontosabb, ad a véleményére. Tulajdonképpen jól tudtak együtt dolgozni. Néhány hét leforgása alatt kialakult egy kényelmes együttműködés, sőt, Vinka már olyan jól érezte magát a közös és eredményes munkában, hogy az sem volt ellenére a délelőttönként együtt kortyolják el kávéjukat a büfében. Még mindig rengeteg volt a munka, jól haladtak, de a különböző kitűzött határidők egymást érték, ők pedig továbbra is szerettek volna maradéktalanul megfelelni a becsesállás minden követelményének. Úgyhogy lassan együtt jöttek, együtt mentek, és ha fél percnél több időt töltöttek egymás társaságában, már garantáltan az aktuális ügymenetre terelődött a szó. Egy hónap után végül minden szükséges kérvényezés és engedély a helyére került, eljött az ideje a gyakorlati feladatoknak is. Ehhez elkerülhetetlen volt a helyszíni terepszemle, ami egy másik tőlük északra eső megyében található erdőben volt esedékes. Itt már tényleg a szakértelmüké volt a főszerep, ez a munka rájuk várt, tulajdonképpen ezért kerültek ide. A pontos koordináták alapján utána néztek a helyszínnek, nagyjából másfél óra autóúttal megközelíthető. A távolság miatt a kiszállást péntekre tervezték, megbeszélték a találkozót a helyszínhez közeli turista szálló előtt. Bár John felajánlotta, hogy a városból egyenesen mehetnének együtt az ő kocsijával, Vinka öntudatosan visszautasította az ajánlatot. Még mit nem gondolta magában. És már előre vigyorgott, hogy fogja legyorsulni a Mitsubishi sportkocsiával az autópályán. Ez végül így is lett. A tervezetnél valamelyest később tudott elindulni, így aztán a versenyszellem nélkül is kénytelen volt beletaposni a gázba, hogy ne késsen el a megbeszélt időpontról. A sok puccos irodai munkaóra után végre kényelmes sportruházatba bújt. Terepfutócipőt húzott a passzos fitness nadrághoz. Ehhez viszont kicsit tovább tartott a reggeli készülődés, mert már mélyebbre kellett turnia a szekrényében a régen használt ruhadarabok összeválogatásához. A lépcsőházban szembesült csak vele, hogy elhúzta az időt, így alig várta, hogy végre kikeveredjen a városi forgatagból és a strádán utat engedhessen a lóerőknek. Már jó egy órája repeszthetett, mikor feltűnt előtte az ismerős zöld terepjáró. Kaján vigyorral arcán, még hátúról villantott is rá egyet, de nem volt szégyenlős, azzal a lendülettel balról elhúzott a Mitsubishi mellett. Az út zöggenőmentes volt, a GPS segítségével hamar megtalálta a turista szálló előtti parkolót. Igaz, először rossz helyen kanyarodott le jobbra, de szerencsére egy újra tervezést követően már a helyes útvonalon volt. Még így is, vagy húsz perc előnye maradt, mire a másik kocsi is a helyszínre érkezett kényelmesen leparkolt, ezúttal nem okozott bonyodalmat, mert az előszezonban szinte kongott a parkoló az ürességtől, de vélhetően csúcsidőben sem lehetnek itt annyian, hogy ne állhatna meg még akár néhány turista busz is. Ráérősen kinyitotta a kocsi ajtaját, hátra döntötte az ülést, és jól esően meditálva szívta be a friss levegőt. Felettébb élvezte az erdő szellőt, nagyon hiányzott már neki az irodai környezetből való kiszakadás. Kicsit átgondolta az elmúlt hetek sűrű eseményeit, az első munkanaptól kezdve a sok hivatalos levelezésen át az iménti bravúros előzésig. Azon kapta magát, hogy mosolyog, mikor egyszer csak meghallotta az ismerős gépjármű hangját. Az ajtót ösztönösen be akarta rántani, nehogy elsodorják, de lusta volt feltápászkodni, így megnyugtatta magát azzal a tudattal, hogy van bőven hely, majd figyel a kocsiára és arrébb áll meg az érkező autó. Lustán pislogott kifelé, mikor John állt meg mellette, láthatóan jó izű mosolyjal az arcán. Nem úgy tűnt, mint akit sikerült megbántani vagy felbosszantani az iménti előzéssel. Jól elhúzott mellettem. Szép jó napot kívánok! és még inkább füligért a szája. Vinka még csak ekkor pislogta ki iménti csipáit, és az újszerű helyszínen való találkozás, valamint az erdőillatú szellő és szikrázó napsütés az ő arcára is mosolyt ragasztott. Sőt, az előzős jelenetre vonatkozó kijelentésre már kicsit elnevette magát, mikor feltápászkodott a hátra döntött ülésből. Derűs szép napot kívánok! És ez a jó kívánság valóban szívből jött, mert nagyon elemében érezte magát a tavaszi délelőttön. Tényleg megörült a hosszú út után munkatársának is, akit ezúttal teljesen más látott. Kicsit alaposabban felmérve rájött, hogy persze, mivel ezúttal nem a megszokott benti öltözetében van, a terepre bakancsban és katonai jellegű oldalzsebes nadrágban érkezett, amiben szemmel láthatóan ő is sokkal komfortosabban mozgott, mint az irodai hazukában. Tulajdonképpen vinkának imponált a látvány. Nem tudta volna megmagyarázni, hogy miért, egyszerűen csak tetszett neki, és valamilyen rejtett értelemben vonzónak is találta ebben a megjelenésben john -t. Mindezzel persze nem foglalkozott sokat, de azért tudat alatt nyugtázta, hogy kellemesnek ígérkezik a nap. Gyors térkép egyeztetés után felmérték a vonalat, amint tovább kellett volna haladniuk. A kis erdészeti útnak már a bekötő szakaszánál látszott, hogy nem fog tudni megbirkózni vele a Hyundai. Még az első kátyukon talán átjutott volna, de utána már olyan buckák következtek, ami egészen biztosan fennakad az ültetett kis sportkocsi. Mink a bosszusan konstatálta, egyúttal kicsit hülyén is érezte magát, mert ő ragaszkodott annyira a külön autóhoz, pedig tudta jól, az övé nem alkalmas terepre. Kicsit elégtételnek is érezte John felé, amiért délelőtt olyan lenézően hagyta le a lassúbb járművet. És lám, most milyen jól jön a magasabb, négykerék meghajtású autó. Így hát nem kellett sokat mérlegelniük, egyértelmű volt, egy járművel folytatják az utat az erdei ösvényen. Lassan haladtak, bár a kocsinak meg sem kotyant a göröngyös terep. A fák két oldalról föléjük hajoltak, mint egy zöld alagutat képezve. A lehúzott ablakokon langyos, nyírkos, tavaszias erdőillat és folyamatos madárzsival járat be a bódító szabadságérzést a szigorú érődai falak után szinte habzsolták. Kicsit beszélgettek, kivételesen nem a munkáról. Majd csendben átadták magukat a látványnak. A fák tövében több helyen erdei virágok nyíltak, különféle gombákkal pedig teleítve volt a zavar. A hosszabb csendben John benyomta a magnót és lejjebb tekerte a hangerőt, a zene a korábban félbehagyott Iron Maiden számmal folytatódott.